Köszöntöm nézőinket, már csak pár nap van hátra, és be kell nyújtani a személyi jövedelemadó bevallásokat. Az eddigi tapasztalatokról beszélgetünk Barlai Krisztinával, a NAV Baranya megyei sajtóreferensével. Jó napot kívánok! Köszöntöm a nézőket! Mi okozta nehézséget az adózóknak? Miket tapasztaltak, milyen panaszokkal jelentkeztek? Hát az elsődleges tapasztalat, ami az elmúlt években minden évben problémát jelent, ez a családi kedvezménynek a meghatározása. Sok esetben előfordul az, hogy ugyanazt a kedvezményt többen veszik igénybe családon belül is, és előfordulhat, hogy ennek visszafizetési kötelezettség lesz a vége. Ugye a családi kedvezménynek az érvényesítése kapcsolódik a családi pótlék jogosultsághoz, tehát oda kell arra figyelni, hogy ki jogosult családi pótlékra, akik azok, akik ezzel kapcsolatban igénybe vehetik a családi kedvezményt, illetve hát a családi kedvezmény igénybe vehető úgy is, hogy egy valaki veszi igénybe, meg lehet osztani, illetve azokban az esetekben, amikor a gyermekekre felváltva vigyáznak a szülők 50-50%-ba, akkor pedig ennek megfelelően is igénybe lehet venni a családi kedvezményt. Ami még nagyon fontos, hogy a családi kedvezmény az nem kapcsolódik a munkaviszonyhoz, tehát nem csak a munkaviszonyban töltött hónapokra jár ez a kedvezmény, hanem a családi pótlék jogosultsághoz kapcsolódik. Tehát az elmúlt évben azokra a hónapokra vonatkozóan, amikor az adózó jogosult volt családi pótlékra, akkor családi kedvezményt is igénybe tud venni. Ezen kívül milyen hibákat tapasztaltak? Még emlékszem régebben például lemaradtak az aláírások, ez jelentős problémát okozott. Most mi a helyzet? Most, hogy nagyon sok bevallási tervezet készül, amit elektronikus felületen jóvá lehet hagyni, ez a hiba annyira nem jelentős, de a papír alapon készülő bevallások esetében, tehát amikor tényleg papír alapon kézzel készül a bevallás, ez már nagyon ritka, illetve amikor a kitöltő programmal készíti az adózó bevallást, kinyomtatja és úgy juttatja el az adóhivatalhoz, akkor még bizony előfordul, hogy lemarad az aláírás. A másik jellemző hiba pedig az utalási cím vagy bankszámlaszám hiánya. Tehát abban az esetben, hogyha az adózónak visszaigényelhető összege van, és szeretné is megkapni ezt az összeget, akkor a bankszámlaszámot mindenképpen szerepeltetni kell a bevallásnak a főlapján, vagy ha pedig posta címre kéri ezt az összeget, akkor pedig azt kell szerepeltetni. Hogyha bevallási tervezetről van szó, és megnézi az adózó, és látja, hogy abban is visszaigényelhető összeg van, akkor egy nyilatkozatot kell kitölteni, és ezt a nyilatkozatot kell eljuttatni a hivatalhoz, és ezen kell szerepeltetni a bankszámlaszámot, vagy pedig a posta címet. Hogyha valaki elakad a bevallás kitöltésében, kihez fordulhat, hova fordulhat, kitől kérdezhet? Fel lehet keresni az ügyfélszolgálatokat, javasoljuk, hogy időpontfoglalással, így kevesebb a várakozási idő, és hogyha végképp nem boldogul az adózó a bevallás kitöltésével, vagy netán a tervezetnek az egyeztetésével, akkor jöjjön nyugodtan, és a kollégák segíteni fognak, de nagyon fontos az, hogy minden dokumentumot akkor magával hozzon, plusz még a személyigazolványát, illetve az adóazonosító kártyája is jó, hogyha ott van nála. Tehát, hogyha minden dokumentum megvan, akkor tudják a kollégák egyeztetni a bevallási tervezettel, vagy a bevallással az adatokat. Van ugyebár, akinek külföldi jövedelme van, neki mi a tendője, hogy kell ezt szerepeltetnie? Oda kell arra figyelni, hogyha a külföldről származó jövedelem van, de Magyarországon nincs adóköteles jövedelme az adózónak, akkor nem kell nullásan ESZI a bevallást benyújtania, hanem a külföldi jövedelemigazolás kérelemnek van egy nyilatkozat része, amelyet, hogyha kitölt, akkor mentesül a bevallás benyújtása alól. Köszönjük szépen a tájékoztatást! És köszönöm! Nézőinknek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!